Sok szeretettel köszöntelek titeket újra. Bredák Alexandra vagyok, és a három népmese, amit szeretnék nektek most felolvasni, az a kis ködmön, a kis gömbőc, valamint a macska és az egér. Fogadjátok sok szeretettel. A kis gömbőc. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember. Annak volt egy felesége, három leánya, meg egy kis malaca. Egyszer megölték a kis malacot, a húsát felkötötték a padlásra. Már kolbásza, hurkája, sonkája, minden elfogyott a kis malacnak, csak a gömböce volt még meg. Egyszer arra is ráéhezett a szegény asszony, felküldte a legöregebb leányát a padlásra. Eredj, leányom, hozd le azt a kis gömbölcöt, főzzük meg! Felment a legöregebbik leány érte. Amint le akarta vágni, elkiáltotta magát a kis gömbölc. Ham, bekaplak! Azzal bekapta. Már odalent nem győzték várni. Felküldte a szegény asszony a középső leányát. Eredj már, leányom, nézd meg, mit csinál a nénéd ennyi ideig! Felment a középső leány, kereste a nénnyét, s hogy nem találta, le akarta vágni a gömböcöt. De a gömböc megint elkiáltotta magát. Ham, téged is bekaplak! Azzal bekapta ezt is. Már odalent sehogy se tudták elgondolni, hogy miért nem jön az a két leány, felküldte hát a szegény asszony a legkisebb leányát is. Ugyan, leányom, eredj már fel, nézd meg, mit csinál a két nénéd! Aztán hozzátok le azt a gömböcöt valahára. Felment a legkisebb leány is, de ezt is csak elnyelte a gömböc. Már a két öreg sehogy se tudta mire vélni a dolgot. No, apjuk, mondja a szegény asszony. Már látom, magamnak kell felmennem. Azok most bizonyosan az aszalt medgyet eszik. Felment a szegény asszony, kereste a leányait, hogy nem találta, le akarta vágni a gömböcöt. De a gömböc ezt is bekapta. A szegény ember csak várta őket. Hogy nem jöttek, gondolta, tán valami baj van, felment hát ez is. Amint közel ment a kis gömbölchöz, ez elkiáltotta magát. Ham, téged is bekaplak! Azzal bekapta ezt is, de a rossz kócmadzag már az öt embert nem bírta meg. Leszakadt a kis gömbölc. Elkezdett görögni, görgött, a padlás grádicsán is legörgött, kiment egyenesen az utcára. Éppen ott ment el egy csomó kaszás, jött haza a mezőről, a kis gömbölc azokra is rákiáltott. Ham, titeket is bekaplak! Azzal bekapta ezeket is. Megint csak görgött odább. Előtalált egy regement katonát, azokra is rákiáltott. Ham! Titeket is bekaplak! Azzal bekapta ezeket is. Megint csak görgött odább, egyszer csak egy hídra ért, amely alól a víz egészen ki volt száradva, éppen akkor ment arra egy hintó, a kis gömbölc félre akart előle ugrani, hogy el ne tapossa. De leesett a hídról, kirepett az oldala, kiömlött belőle a sok ember, ki a maga dolgára ment, a kis gömbölc meg ott maradt kirepedve. Ha a kis gömbölc ki nem repett volna, az én mesém is tovább tartott volna.